Az anyós a Ledger bemutatja Dagmar Overbite. Dagmar 1887. április 23-án született a dániai Aarhus melletti kis faluban, elszegényedett földművesek lányaként. Magányos gyerek volt, súlyos hangulatingadozásokkal. Nem szeretett iskolába járni, és tanulni sem, de korán belekezdett a kisebb lopásokba. Szeretett apró dolgokat elcsenni. 12 évesen lopta el az egyik szomszédjuk erszényét, ami miatt a szüleinél betelt a pohár, így elküldték szolgálónak egy funeni paraszt családhoz. Henrik Højgaard megdolgoztatta a pénzért. A feladatai közé tartozott a főzés, mosás, a ház rendben tartása és a tehenek fejése is, mindezt havi 10 dollárnak megfelelő összegért. Nem is bírta sokáig, elszegődött pár másik családhoz szolgálóként, de rövidesen ismét összeütközésbe került a törvénnyel, és a Svendborgi női börtönbe kötött ki, ahol 10 napi elzárásra ítélték a lopás miatt. Miután szabadon bocsátották, visszament Aarhusba, ahol pincérnőnek állt, és hamarosan szerelmes lett a vendégei közül egy Bisgard nevű férfiba. Összeköltöztek, és született egy fiuk, de rövid időn belül a pár kapcsolatának vége szakadt, a gyerek pedig rejtélyes körülmények között elhalálozott. Az orvos, aki a halotti bizonyítványt állította ki, észrevette, hogy a babának kékek az ajkai, ami folytogatásra utalt, de végül mégis tüdőbajt állapított meg a halál okaként. A szomszédságban elindult a pletyka, így Dagmarnak ismét költöznie kellett. 1912-ben megismerkedett Jens Fein-nal, akivel szerelembe estek. A férfi nem tudta, hogy a nő már egy másik férfi magzatával terhes. A kislány megszületett, és az Erena Marie Overbein nevet kapta. Anyja azonnal örökbe is adta, hogy ne zavarja a Jenssel való kapcsolatát, de egy évvel később a kapcsolatok új próbára tétetett azzal, hogy a nő ismét teherbe esett. Jens határozottan nem akar gyereket, így megpróbálta rábeszélni a nőt az abortuszra. Dagmar ezt megtagadta, de amint megszült, a kicsit egy szalmakazalban hagyta. Miután ezt az áldozatot is meghozta a férfi miatt, Jens kijelentette, hogy soha nem fogja elvenni feleségül. Dagmar ezt annyira megviselte, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. 3 évvel később visszaszerezte a lányát, Erenát, és együtt Kopenhágába költöztek, hogy új életet kezdhessenek. Megnyitott a saját édességboltját, és megismerkedett egy Svensen nevű úriemberrel, akivel 3-asban egy új lakásba költöztek. De az édességbolt a vártnál rosszabbul teljesített, és hamar csődbe is ment. Dagmar pedig új munka után nézett. Így lett belőle hivatásos gyerekgondozó, aki házasságon kívül született gyerekekre specializálódott. Az egész onnan indult, hogy észrevett egy cikket a helyi újságban, amiben egy család 500 koronát ajánlott annak, aki adoptálja a babájukat. Dániában akkoriban illegális volt az abortusz, a hivatalos állami gondozás pedig nem létezett, mivel a védekezés az 1900-as évek elején még gyerekcipőben járt, így nem volt ritka a nem kíván gyermek. Néhányan abból értek, hogy magánárvaházakat tartottak fenn, ahová családok pénzbefizetése után elhelyezhették a gyereküket. Ha egy családnak több gyereke született, mint amit el tudott tartani, vagy fel akart nevelni, vagy egy hajadon tett egy meggondolatlan lépést, de nem akarta az életét megbélyegezve leélni miatta, felkeresett egy ilyen szemét, aki ezzel foglalkozott, és a gondjaira bízta a csecsemőt. Aztán reménykedhetett, hogy a babája hamarosan szerető otthonra lel, egy gyermektelen párnál. Az Overbite-ra bízott gyerekeknek viszont nem ez a sors jutott. Az első ügyfele a 26 éves Rajmir Jensen volt, akinek házasságon kívül született egy fia, Harry, akit szeretett volna örökbe adni. Április 15-én Overbite gondozására bízta, és ott hagyta vele a 12 koronát, amit a gyerek apjától kapott. Megegyeztek, hogy minden hónapba küld majd 12 koronát ezután is. Amint az anya kitette a lábát, Dagmar a babakocsiba tette a 3 hetes kisgyereket, és elvitte sétálni. Egy alkalmas helyen megfojtotta, és a helyi temető mellett nyilvános vécébe dobta a testet, ahol a munkások 3 nap múlva találtak rá. Ez volt az első, később rábizonyított gyilkosság, amit újabbak követtek változatos eszközökkel. Dagmar felkereste a családokat, akik gyereküket örökbe akarták adni, és megígérte, hogy jó helyre kerülnek. Eltette a pénzt, aztán a csecsemőket megfojtotta,
A fejüket a víz alá nyomta, vagy élve elégette a cserépkájában. Lebukása a véletlennek volt köszönhető. 1920. júliusában egy fiatal gyári munkásnő, Caroline Agensen, hirdetés adott fel az After Posten című helyi újságban, melynek szövege így hangzott. Örökbefogadó szülőket keresek egy 3 hetes kislánynak, szeretetteljes, gondoskodó, lehetőleg keresztény otthonba. Overby augusztus 30-án válaszolt a hirdetésre. Caroline felkereste a koppenhágai otthonába, ahova magával vitte az újszülött Sarah-t is. A nő meggyőzte az anyát, hogy a keresztény szülőket biztosan el fogja riasztani, ha megtudják, hogy a baba házasságon kívül született, így nincs más lehetősége, ha jót akar a picinek, mint hogy rábízza. Megnyugtatta, hogy pár hét alatt szerető családot talál majd a babájának. Caroline, mivel nem látott más megoldást, otthagyta Sarah-t és vele a 200 koronát, ami akkoriban egy női munkás egész évi bérének felelt meg. Másnap Caroline ráeszmélt, hogy hibát követett el, sírva ment vissza Dagmarhoz, hogy visszakérje az újszülöttet. Overby teljesen váratlanul érte a nő pálfordulása, a gyerek már nem volt nála, így egy homályos magyarázatot adott elő, hogy odaadta egy hölgynek, akinek a címére már nem emlékszik. Karen még 3-szor ment visszakövetelni a babáját, de a nőtől mindannyiszor azt a választ kapta, hogy már késő visszakoznia. Ezt az anya nem fogadta el, és egyre gyanúsabbá vált számára a helyzet, így a hatóságokhoz fordult segítségért. Másnap a rendőrség átkutatta Overby lakását, ahol megtalálták a gyerek ruháit, nem sokkal később pedig a koponyáját a kája hamujában. Kezdetét vette a nyomozás, és Dagmart letartóztatták. Később 16 gyermek meggyilkolását ismerte be, de csak 9 esetben sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy rábizonyítsák. Viszont a nyomozás során feltámadt a gyanú, hogy valójában 25 gyermek élete szárad a lelkén, köztük a sajátja is. Halálra ítélték, de az akkor uralkodó dán király 10. keresztély kérésére az ítéletet életfogytiglanra váltották, mert felvilágosult Dániába nem ölték meg az asszonyokat. Börtönbe halt meg 42 évesen, 1929. május 6-án. Az ügynek hatalmas sajtó visszhangja volt, és rövid időn belül országos botrány lett belőle, ami akkorára dagadt, hogy a törvényhozás figyelmét a gyermek elhelyezési ügyekre irányítsa. Öröm az ürömben, hogy emiatt 1923-ban Dániában elfogadtak egy határozatot, ami állami lelencházakat hozott létre, és szabályozta ezek működését. De ez sajnos már késő volt annak a 25 gyermeknek, akikre Dagmar vigyázott. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualledger.com, és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!